idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a pécsi Bóbita Bábszínház. Ebből az alkalomból egy különleges kiállítással készültek a teátrum munkatársai. Az elmúlt 6 évtizedből válogattak össze több bábot, melyeket most a közönség is láthat. Az volt a koncepciónk, hogy az elmúlt 60 év minden tervezője megmutatkozzon ebben a kiállításban. Közel 70 tervező dolgozott ezen a több száz előadáson, ami 60 év alatt létrejött, és ha már nincs meg a báb, vagy nincs meg a díszletelem, amit akkor legyártottak, de fotók, tervek is kikerültek, tehát én azt gondolom, hogy aki eljön és megnézi a kiállításunkat, az egy nagyon szép képet kap arról, hogy a 60 év alatt, 1961-től napjainkig milyen vizuális megjelenése volt a Bábszínháznak, miket játszott a Bóbita, milyen technikák, milyen anyagok jelentek meg színházunkban. A kiállítás jól mutatja, mennyit változott az 1960-as évek óta a bábművészet, illetve a Bábszínház. Nagyon sok minden történt, tehát először is a 60-as években még amatőr csoportok jöttek létre. 1981-ben a vidéki bábszínházak, bábegyüttesek közül elsőként a pécsi Bóbita lett hivatásos. Akkor csak az állami bábszínház volt úgymond a professzionális bábszínház Magyarországon. Ez többek közt annak is volt köszönhető, hogy ki mit tud győzelmeivel, a Bóbita országosan elismert lett, felnőtt előadásokat is készít. És hát 81-ben szembesülni kellett a professzionalizmus nehézségeivel. Akik amatőrként játszottak, nem vállalták ezt az új életmódot, tehát új társulatot kellett toborozni, újra kellett a működést gondolni. A Pécsi Nemzeti Színház tagozata lett, ugyanakkor megkapta az egész Mária utcai épületet, tehát a művelődési ház kiköltözött, és hát elkezdődött egy hosszas tanulási folyamat, aminek soha nincs vége. Természetesen nagyon-nagyon fontos volt az, hogy kik jöttek ide alkotni, rendezők, tervezők, írók, rengetegen dolgoztak a Bóbitában, és igazából a 90-es évek közepe, a 2000-es évektől indult meg egy komoly fejlődés a magyar bábművészetben, amikor egyre több egyetemen, főiskolán végzett bábművész rendező jelent meg a szakmában. Kinyíltak a határok, jobban lehetett a világban zajló eseményeket megnézni, és én azt gondolom, így most már sajnos 37 éve benne vagyok ebben a műfajban, hogy hihetetlen fejlődés, hihetetlen sokszínűség jellemzi a magyar bábművészetet. Tehát talán az egyik legnagyobb erénye az a sokszínűség, és hogy minden technika, mindenféle báb típus megtalálható a bábszínházakban, és hát így a Bóbitában is. A sok-sok báb közül vajon melyeket lehetne kiemelni, amik különösen jelentősek a színház életében? Tettük fel a kérdést Sramó Gábornak, ám az igazgató azt mondta, most nem tenne különbséget. Arról szól a dolog, hogy mindenki, aki itt alkotott, elismerésre méltó és fontos, de azért talán akkor a megkerülhetetlen, és hát itt a Kós Lajos szobában vagyunk, tehát ez a terem, a kiállításnak az a része, ami Lulu báb munkásságát, a régi 60-as, 70-es évek Bóbitáját bemutatja, tehát mindenképpen egy ilyen 60 éves ünnepi kiállításon Kós Lajost alapító bábművészt meg kell említeni, tehát az ő nevéhez kapcsolódik a Bóbita létrejötte, és hát ő nem csak tervező volt, tehát ő azok közé tartozott, aki a terveit manuálisan meg is tudta valósítani, hihetetlen zenei ismeretanyaga volt, tehát mondhatjuk, hogy egy sokoldalú klasszikus bábos volt Lulu bá, és hát ebben a szobában most itt a Aladdin bábok előtt állok, ez is az ő nevéhez kapcsolódik. Az időbejáró kiállítás a 2021-22-es évadban folyamatosan látogatható a Bóbita Bábszínházban.